Hello! Jó estét kívánunk! A Jön a Baba című szuper sorozatunk harmadik része következik. A megjött a baba! A megjött a baba! Kórházi... Bocs, hogyha a fájdalmas rész nagyon fájdalmas lett. Bocs, és hogyha valaki ezt most nézi, és még a fájdalmasat nem nézte, és még nem szült, az most még ne nézze meg a fájdalmas részt. Csak szülés után. Az utolsó szülés után. Igen, bocs, most kicsit... a 38. hétben nem kellett volna ezt nézni. Szegény. Ezen kicsit lelkiztünk. De majd írjál, hogy milyen volt. Vagy igazunk volt. Másszál beljebb a képbe? Nem. Szóval... Na szóval, a kis kórházi romantik. Hát igen, de azt is elmondjuk, hogy megszületett, hogy mi az az érzés. Melyik? A kijövős? Hát igen. Ugye azt mondják, hogy amikor megszületik, és megpillantod, elszáll minden fájdalom. Egyébként tény, hogy utána nem fájt, nagyon hosszú ideig, órákon keresztül nem fájt semmim. De... Nem tudom, én amíg össze nem csukhattam a combjaimat, nekem remegett mindenem. Én ilyenekre emlékszem, hogy az utolsó szülés, vagy hát a harmadik szülés után volt ilyen nagyon, ott nagyon valamiért úgy képbe voltam, és akkor ott a lábam között éppen dolgozott már ez a 12 éves szülészorvos kisfiú, hogy stoppolgatott, bocsi. És akkor ott éppen mindenféléket megbeszéltek, valami sport eseményeket a szülésznővel, majd amikor végzett, akkor a lábam között kezet rázott, hogy gratulál, és letettem a lábam. Gondoltam, hogy letettem volna előbb a lábam, és utána foghatunk volna kezet, hogy legyen némi méltóságom, de nem baj. Én amikor megszületett, én úgy voltam vele az első szülésed, hogy biztos olyan egy kövér, hajas babát fogok szülni. Tehát ezt így képzeltem el. És egyáltalán nem volt nagy a baba, épp hogy 3 kiló volt, és nem volt haja sem. De valahogy így olyan érdekes, hogy amint megszületik a saját gyereked, az lesz az etalon. Igen. És onnantól kezdve így a szülészetem bármilyen gyereket megláttam, amelyik nagyobb volt, mint az enyém. Vagy haja volt. Az a úristen, ez a tagadék! Mi ez a pemzli? Tehát így valahogy rögtön azt gondolja az ember, hogy hát a kopasz, hát az a normális. Hiába arra készültem, hogy az enyémnek gyönyörű haja lesz. Valahogy ott. És az Ámi egyébként 1 éves koráig kopasz volt, de nekem ez föl sem tűnt. Csak néha valaki mondta, például bevittem az óviba, és akkor kérdezték a gyerekek, hogy de már volt vagy 10 hónapos, hogy miért kopasz a baba? Én meg ez a kikopasz. Nem kopasz, hát nem látod, hogy van rajta egy kis? Ja, én ilyenre nem emlékszem. Rögtön, hogy tényleg a tied válik az etalonnál meg a legszebbé, viszont szerintem az, amit érzel iránta, ez is biztos eltérő, azért az közel sem az, amit 1 év múlva fogsz érezni. Szóval szerintem attól, hogy valaki megszüli a gyereket, attól még nem válik rögtön anyukává, olyan nagybetűs anyukává, hanem ez rögtön érzed, hogy hát a tied a legszebb, ez biztos, meg hogy mindent megtennél. Érte, de napról napra növekszik ez a szeretet, és körülbelül szerintem az első gyereknél ugye 2 éves korig maxolódik ki. Olyan 8-10 hónapos korra körül van, amikor már folyamatosan beszarsz, hogy mennyire szereted. De még mindig nő. És tök emlékszem, hogy így az első gyereknél, amikor így otthon hagytam, és más vigyázott rá mondjuk 2 órán keresztül, de már igyekeztem hozzá haza, akkor volt ilyen gyomorgörcsös, ilyen első randi, hogy megyek haza. Ilyen, és ez ilyen nagyon jó volt. Én nem tudom, hogy ez mennyire húzódott el, de az biztos, hogy ezt beszéltük már korábban, hogy ugye a második, harmadik, amikor születik, hogy az már annyira más. Tehát, hogy egy kicsit már egyből, igen, hogy egyből már azt a gyereket szereted, aki... Igen. Vélj hamarosan. Szerintem az első terhesség azért az egy játék leginkább. Erre biztos páron rácsapolnának. Igen. Ja, de hogy meg egyébként mondja valaki, hogy ő első pillanattól annyira szereti meg szerelemmel, meg minden, de én is teljesen oda voltam érted, de rengeteget nőtt még ez a dolog, és egyébként szerintem ott is van egy ilyen csúcspont, amikor már a gyerek úgy néz rád,
hogy te vagy az anyja, hogy már nem mindegy, hogy... Tehát amikor már például ilyen 6-8 hónapos kor, amikor már nyújtja feléd a kezét, hogy te. Tehát amikor már az ő szemében látod, hogy te vagy az anyukája. Az is. Egyébként az Alcsi meg a Benike, ők sokkal szebbek voltak rögtön. De őket tényleg már más, mert én akkor anyuka voltam, amikor ők megérkeztek, és akkor őket szerintem már az első pillanattól tudtam úgy szeretni. Én is úgy voltam. Úgy voltam velük egyre inkább. Na, de ezeket a kórházi napokat ne elvezzünk túl messzire. Én így a kórházi napokban így azt gondoltam... Neked egy kicsit sok jutott belőle. Ja, igen, de egyébként én nagyon szerettem. Az Ámi az rögtön egy mintapéldány volt. Aludt, evett, semmit nem csinált. Egy éves koráig. Összebújcizba feküdtünk, és boldogok voltunk. Ennyi. Az álmos név predesztinálta erre. Mi van így? Ja, megy le a nap. Nekem a Bencével a kórházi időszak az egy rémálom volt. Igen, ezt a kettőt mesélik az emberek. Gyűlöltem, hogy én nem vagyok egy annyira nagyon szociális alkat, és én már a szülés előtt kikötöttem, hogy én nem fekszem be egy 4 ágyas szobába 3 másik nővel, és az ő 3 vagy akárhány másik gyerekével, mert én ezt nem. Úgyhogy kihisztikéztem a kis privát 1 ágyas... Amúgy jó fej. Szobácskát. De abban az 1 ágyas szobácskában, amilyen átjáróház volt abban a 4 napban, amit ott töltöttünk, ez a, mikor éppen elaludnál, jönnek lázat mérni, 9-kor van a vizit, persze hozzá 10-kor érnek oda, amikor már 1 órája várod, és azért nem mész el zuhanyozni, amikor ennél, akkor jönnek a valami papír, tehát ez a... Rüheltem, és ráadásul amúgy is tiszta depressziós voltam, meg menni kellett a tejkonyhára. Fejni, meg a fú, én nem. Meg a rengeteg látogató. És jaj, ráadásul igen, mindenkit beengedtem, mindenkit, és Győrbe ugye be lehet menni a szobába, be lehet jön, vagy ki lehet oda menni a gyerekkel, meg nem tudom, hogy nyilván mindenki az első szülöttünket óhajtotta látni. A másodikkal már egész más igen, volt, ez már ez, egy... Ez tényleg egy jó tanács, hogy... Én értem a rokonokat is, hogy akarják látni, de jó, menjenek el, nézzék meg, de az anyuka meg ne érezze azt, hogy neki ott kint kell ülni a rokonokkal. 3 órán keresztül. Mert ott az a feladatod, hogy összeszokjál a babával, és meginduljon a tejed, meg a gátsebed meggyógyuljon. Igazából ez ennyi lenne a fő program. Feladat, de azzal, hogy jönnek látogatni, ugye ez mindig megakasztódik. És hogyha jönnek is látogatni, menjél ki, mutasd meg a babát, és amikor ott az idő, hogy neked szoptatni kell, vagy feküdni kell, vagy nem esik jól, akkor vissza kell. Igen, mert én ezt elrontottam, és én nagyon szenvedtem a szoptatással, mert ott azzal kellett volna csak foglalkozni. Én is, és én meg ugye meg annyira szenvedtem vele, hogy aztán végül nem is sikerült a Bencével, és ezt végül is ezzel tudom magyarázni, hogy hát nem voltam eléggé felvilágosult ehhez, de ez volt itt az oka ennek, hogy ezt a 3 napot a kórházban, ezt itt jól esett, hogy jönnek, alig vártam, hogy kiszabaduljak ebből a ízébe, tehát én nem éreztem jól magam akkor a kórházba. Az első szülés után. Én ott örültem minden látogatónak. Igen, de ott tényleg annyira az is. Nekem a nőgyógyász is Mili mondta, hogy ne kint klubozzunk a folyosón, hanem menjünk be, szoptassunk, próbálkozzunk. Meg nekem az is ilyen konklúziója az első kórházi létnek, hogy fölkészülten kell menni, tudnod kell, hogy mit kell kérdezni, mert a nővérkék, meg a csecsemősöknek nem lesz az lelkiismereti kérdés, hogy neked ott jól menjen a szoktatás. Igen, és hogy lássák rajtad, hogy ha azt is mondod, hogy igen, de ők mögé lássanak. És... De nem, hanem hogy tudjad, hogy mit kell kérdezni, és ott neked kell kijárni a saját dolgaidat. Na, de hát én például kérdezték, hogy megy, hát ment, hát ott a első nap ment. Többet rá se kérdeztek, többet. Tehát én úgy csináltam, szólni nem szóltam. Nekem volt egy nagyon jó fej nőci Győrbe, és nem ment a szoptatás, és mondta, hogy minden egyes szoptatásnál szóljak neki, és hívjam oda, és együtt csináljuk. Jó, oda ment, mindig szóltam, Aztán persze más volt beosztva, ahhoz is oda mentem, és szóltam, hogy akkor én most szoptatok, és jöjjenek segíteni, és akkor megmondta, hogy hát ő most nem ér rá, ő most hogy segítsen, és akkor itt ugye most
megsértődhettem volna, jó van akkor, ezek nem segítenek, meg ezek szarnak rám, de választhatom, hogy megsértődök, és utána akkor nem fognak segíteni, vagy oda megyek akkor egy másikhoz, leszek én az idegesítő anyuka, hogy nekem jöjjenek segíteni, mert egyszerűen de rá se olyan... tud csatlakozni a gyerek a helyzetre. És én akkor úgy voltam, hogy én most nem a lelki világommal vagyok elfoglalva, meg hogy itt most kibunkó vagy ki nem, hanem azzal, hogy, hogy most segítsenek nekem a gyereket szoptatni. De erre olyan kevesen képesek. Szerintem ilyen frissen, igen, frissen, és akkor inkább ott sírdogálnak. Állapotban, hogy most valaki egy rossz szót szól hozzád a legtöbben. Na, és én szerintem erre tök nehéz felkészülni is. De minden esetre azért nem, de bah, megesznek ezek a... A második, vagyis hát a két koraszülöttes történet az igazából egy sokkal hosszabb történet lenne, hogy milyen az intenzív osztály, meg hogyan megy ott a dolog, de erről is csak azt akarom mondani, hogy egy csomó mindenki mondja, hogy fú, mert hogy tatabányán mennyi bunkó orvos. Meg egy mennyi... picit, mert most ettől majd nem lehet sem ott valami, pedig ez jó. Nem csak én. A Ramcsi férje, a monostori doktorú mondta egyszer azt nekem, hogy nagyon rosszul esik a magyar orvosoknak, hogy egy csomó orvos mindent megtesz a betegekért, és mindent lelkiismeretesen elmagyaráz és elmond, és mégis ugye az internet mindig azzal van tele, aki nem ezt csinálja. Úgyhogy azóta kötelességemnek érzem elmondani, hogy igen, Tatabányán is van egy-két bunkó nővérke, de a 11-ből mondjuk az 2, és a másik 9 meg nagyon kedves, és arra kell koncentrálni, és azokkal kell összejátszani, és nem azon pufogni, hogy ez a másik 2 meg éppen nem volt kedves. Nagyon-nagyon sok kedves és jó indulatú orvos és egészségügyi dolgozó van, igen, Magyarországon, akik tényleg mindent megtesznek, és ő miattuk ezt ki kell hangsúlyozni. Hát a koraszülött osztályon is, hogyha nézi a koraszülöttes barátnőm, a Szabina, biztos röhög, hogy volt két nagyon nem kedves néni. Őket hívtuk a múmiáknak, de őket csak éjszakára osztották be, szóval szerintem tudták, a főnővér is tudta, hogy ezeket anyuka közelében ne nagyon. De azért mennünk kellett a múmiákhoz is, mert éjszaka is kellett szoptatni. Nekünk is volt. Puszi a múmiáknak. A Győri kórházban a csecsemősök között volt egy, hát nem tudom mi a neve, fogalmam sincs, egy ilyen sötét hajú, nagyon duci, nagyon szörnyű hangú, nagyon ijesztő arcú bunkó néni. Magadra ismersz? És ő is éjszakás volt, és egyébként kétszer is találkoztam vele éjszakásban, mármint, hogy két gyerek szülje. Maga? Ez még mindig, ajaj. De lehet, hogy őt is direkt éjszakásba osztják be, vagy ő kéri magát, mert annyira nem muhajt emberekkel foglalkozni. Valószínűleg. De vannak tényleg vannak, de tényleg tünemények vannak, és nekem például a szülésznőm, aki a harmadik szüléskor segédkezett, tehát az kincset ért az a nő, vagy ér. Úgyhogy igen, a magyar egészségügyet azért így kollektíve... olyan ember van, aki ott nagyon lelkileg is, meg gyakorlatban is rengeteget segítettek nekünk, meg drukkoltak sokat. Csillas elkészte például a Tatabányai kórházat. Mármint, hogy vannak ilyen dolgok. Na, amit... Lehet azokra koncentrálni, ami nem tetszett, de szerintem sokkal több, ami tetszik. Nekem a második gyerekes kórházban lét, azt talán említettük múltkor, hogy amikor a második gyereket születik, és úgy vagy a kórházban, akkor ez a besózott mindenképpen sírsz, ami jön az igazi gyerekedről, akit már megnövesztettél, és beszél, és nem tudom. És akkor ott vagy ezzel a kis pacácskával, akivel itt küzdötök, vagy nem tudom, és alig várod, hogy spurizzál haza, és én emlékszem, hogy a Marci ilyen dél körül született valamikor, ezért lecsalhattunk egy napot a háromból tulajdonképpen, hogy így az már egy napnak számított, vagy ja, dél előtt, megérkezett dél előtt, és így akkor már az már egy bent töltött napnak számított, és én mint a veszett egér úgy szoptattam megállás nélkül, hogy hízzon kövérre, aztán menjünk csámba haza, mert én ezt itt köszönöm szépen, nem kérem, és az olcsikámmal meg
Tehát ugye a ilyen harmadik gyerekednél már tudod, hogy akkor neki ez tudod, a hogy pár nap ennyi jutott, jutott, kész. és nem kell sietni, mert a kórházba kipihenheted magad. De mondjuk a pihenésnek azért nem mondanám. Tehát én ott imádtam ez a szobatársaimat, meg a vajudós barátnőimet is, akikkel sosem mutatkoztunk be. A vajudós barátnő. Igen. Én nem beszélget. Egyetlen egy csajjal találkoztam így hosszabb időre, mind a három kórházas izém alatt egyel, a tejkonyhán, szoptat, ilyen fejős barátnő, vagy nem tudom. Hát szörnyű volt. Nem beszélgettünk túl jót, és nem kerültem jobb lelki állapotba tőle. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor továbbra sem beszélgetek itteni emberekkel, de továbbra sem beszélgetek. Most sem, mondjuk a játszótéren, úgyhogy tényleg ilyen antiszociális vagyok. Úgyhogy ha lesz negyedik gyerekem, akkor megint külön szülök. Én szerettem a szobatársaimat. Ja, de te szociális vagy. Hát, jó. Neked nem baj, össze vagy záró emberekkel. Ilyen jó kis táborozás volt. De jó, amikor megszületnek, amikor felsírnak, akkor megnyugszik az ember. Én például erre azt én mondtam azt neked szerintem, hogy... hogy ne, egyszerűen nincs meg egyszer sem az a pillanat, amikor meghallom, hogy felsírnak. Valamelyik a háromból csak felsírt, csak én nekem valahogy... Én arra mindig az a felsír, és akkor felsírt. És képzeljétek el, hogy a Benike felsírt a harmadik, és utána körülbelül 2 hónapig nem hallottuk a sírást. Jaj, erre emlékszem már. És akkor kérdeztem a doktor, mondjuk diagnosztizáltál pár dolgot. Már mindent diagnosztizáltam, hogy gyerek nem sír. Egyszerűen csak ilyen így jelezte éhségét, szándékát, és nem sírt, és akkor már nyomasztottam a doktornőt is, meg a védőnőt is, hogy hát itt valami nagyon komoly baj van. És azt mondták, ami jó, ha ti is tudjátok, hogy az nem baj, ha nem sír, az a baj, ha furcsán sír, hogyha fejhangon sikítva sír, tehát egy ilyen nagyon furcsa hangot ad ki, az lehet ilyen neurológiai tünet. Az, ha nem sír, már minden diagnosztizált szegény Benikén. Mindent, igen. De mondjuk nem csak ezzel kapcsolatban, hanem egyébként is. Igen. Csórikám, kis gyönyörű. Igen. Még a kórházról mit akarunk elmondani? Nem tudom, nekem még ilyen, most jutottak eszembe utólag ilyen vajúdós, meg szülős dolgok, de az most már nem ide vág, de majd egyszer elmesélem, ahogy a második gyerekkel beérkeztünk a kórházba, az első gyerekemkor fogadott. És hát, nem ismert meg? De megismert, mint utólag kiderült. De szenyó volt. Nem bunkó volt, mint az állat. Na, de most mondtuk el, hogy a jóra koncentrálunk. Hát de attól még bunkó volt, hát hiába jó. Koncentrálok a jóra. Én egyszerűen nem találtam meg azt a szülész orvost, aki nekem jó fej lett volna, úgyhogy én leselejteztem egy párat így a terhességek alatt, és végül a Ginával kitaláltuk, hogy járjunk az STK-ba, mert pont egyszerre voltunk terhesek, és akkor ott ültünk sorba az STK-ba, egy pár hónapig együtt. Igen, de aztán én átnyom. Ja, én úgy gondoltam, hogy az elején, igen, hogy nem járok ez tök már jó, és a szülés legelején. Nem is tudom, hogy hogy hívták. A csávókám. Én se, az jó fej volt, de róla is mindig vannak ilyen sztorik. Nekem például a Titanilla is olyan, hogy hallottam róla ilyen, mármint hogy az én szülészorvosom, hallottam róla ilyen olyan sztorikat, és tényleg van egy stílusa egyébként a nőnek, de engem az sose bántott. Tehát, engem tényleg... sem bántott, csak semmit nem tett hozzá a dologhoz. Tehát, hogy szerintem mindegyik elvégzi azt a dolgot. Jó, na, elindítottam a lavinát, bedobtam az atombombát. Ugye, le is telik az időnk, úgyhogy jó. Szeretnénk kérni, hogy akinek van pozitív tapasztalata a magyar egészségügye, az ossza meg velünk. Jó, majd én is szedek elő még. És így be is lehetne így teggelni ilyen orvosokat, hogy így örüljenek, hogy megemlítjük őket, és szeretjük, és hálásak vagyunk nekik. Jó, ne csak a bunkó pozitívan. Nővérkékre koncentráljatok. Miért csak a nővérkéket bunkó? Nem, a doktor félek! Na csá, sziasztok!